Sziasztok! A mai videó témája debütáló regények. Olyan nagy-nagy klasszikus szerzők első lépéseit fogom nektek megmutatni, akik az irodalomtörténet meghatározó alakjává váltak. Ezek a debütáló regények nem csak az írói pályafutás első fejezeteit nyitották meg, hanem már megmutatkozott az ő korai zsenialitásuk, tehetségük, és természetesen előrevetítették ikonikus műveiket is. Tartsatok velem! Az orosz irodalom a 19. században élte virágkorát, olyan meghatározó és értékes alkotók gazdagították az irodalmat, mint például Puskin, Gogol, Turgenyev, Csehov, vagy éppen Lev Tolsztoj. Azt gondolom, hogy műveik időtlen értéket közvetítenek, és mind a mai napig hatással vannak az irodalom világára. És ott van közöttük az én kedvenc szerzőm is, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, aki 1821. november 11-én született Moszkvában, és mind az olvasók, mind az irodalomkritikusok szerint is a világirodalom legkiválóbb szerzőjéről van szó. Így tehát én úgy döntöttem, hogy elolvasom az ő debütáló regényét, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ekkor vajon már megmutatkozott-e az ő emberismerete, az ő társadalomkritikája megmutatkozott-e már, vagy milyen volt az ő prózája, pusztán csak ez érdekelt. Így tehát e-bookban elolvastam a Szegény emberek című művét. Dosztojevszkij irodalmi öröksége nélkülözhetetlen része a világirodalomnak. Olyan művek fűződnek az ő nevéhez, amiről már biztosan mindannyian hallottatok, a Bűn és bűnhődés 1866-ból, vagy ott a Félkegyelmű 1868-69-ben íródott, az Ördögök 1871-72, és a Karamazov testvérek, az én személyes kedvencem, 1880-ból ez volt az ő utolsó regénye. Méltán sorolhatók az orosz és a világirodalom legnagyobb alkotásai közé ezek a könyvek. És hát Dosztojevszkij irodalmi örökségének az égkövei, melyek időtlen értékükkel és mélységükkel maradandó hatást gyakorolnak az olvasókra generációkon át. Dosztojevszkij 1846-ban írta meg a Szegény embereket, és hát ezzel a művel azonnal felhívta magára a figyelmet, és irodalmi szenzáció lett. Belinszkij a kor legfontosabb, legbefolyásosabb irodalomkritikusa is méltatta a tehetségét, és ezt a kisregényt, levélregényt az első társadalmi regénynek nevezte Oroszországban. Szóval Dosztojevszkij azonnal belopta magát az olvasók szívébe, és más írók is elismeréssel beszéltek róla. A kisregénynek két főszereplője van, Makár Alekszejevics és Varvara Alekszejevna. Ők távoli rokonságban állnak egymással, de szoros kapcsolatot tartanak. Makár és Varvara ugyanazon utcában laknak egymással szemben, keveset találkoznak ugyan, de helyette folyamatos levélváltásban vannak. Mindketten szegény családból származnak, és rendkívül nyomorúságos körülmények között élnek. Makár ráadásul egy szűk konyharészben lakik, egy zsúfolt bérházban, amelyet több más lakóval oszt meg. A leveleket, amelyeket írnak egymásnak, menekülést jelent számukra a körülöttük lévő nehéz valóságból. Levelezésükben saját életkörülményeiket, szenvedéseiket és reményeiket osztják meg egymással, így építve fel egy külön világot, amelyben megértik és támogatják egymást a mindennapok nehézségei közepette. Dosztojevszkij különösen élénk képet festett arról, ahogy Makár a saját szükségleteit elhanyagolja, és csak az a fontos számára, hogy Varvara boldog legyen, ezért a szűkös keresetét is ajándékokra költi, hogy ezzel is felvidítse a lányt.
Azonban az kiderül róla, hogy nem veti meg az alkoholt, és a hivatali munka után nagyon sokszor a pohár fenekére néz, amit várvere is észrevesz, sokszor ilyen lezülött állapotban látja meg őt az utcán, rongyokban van a ruhája, leválik a cipőjének a talpa, és ráadásul nincsen magánál, és hát várvere is aggódik a férfiért, amit meg is fogalmaz neki. Különösen tetszett ennek a regénynek a formátuma, hogy levél regényben van kivitelezve, ugyanis Makar és Várvere között a szavak szeretete képezi a legerősebb köteléket, és egyébként amellett, hogy gondolatokat cserélnek, érzéseket osztanak meg egymással, könyveket is küldenek egymásnak, és Várvere számára például különösen értékes a Puskin életmű, és ez mélyebb jelentőséggel is bír az életében, de egyébként Dosztojevszki számára is Puskin a nagy példakép volt. Várvere egyébként egy művelt fiatal nő, és bár időnként úgy tűnik, hogy mély érzelmi kötődést érez Makar iránt, akit az egyetlen barátjának nevez, és sokszor ki is fejezi, hogy mennyire szereti őt, és mennyire szeretne vele találkozni. Azonban az életük váratlanul felborul akkor, amikor megjelenik egy férfi, aki házassági ajánlatot tesz Várverának. Azt én teljes mértékig kimerem jelenteni, hogy Dosztojevszki már ebben a korai művében is nagy hangsúlyt fektetett a karakterek belső ábrázolására, ami ugye a későbbi regényeiben még markánsabban megjelenik. Azáltal, hogy a szereplők leveleken keresztül kommunikálnak, a szerző mélyebb betekintést nyújt az emberi lélek finom rezdüléseibe és a társadalmi helyzet hatásaira, ami a regényt egyaránt teszi pszichológiailag komplexé és társadalmilag érzékenyé. A könyv olyan témákat érint, amelyek későbbi műveiben is visszatérnek, ilyen például a szegénység, a túlélésért való küzdelem, az önbecsülés hiánya, a mások véleményének jelentősége, és a mások által okozott emberi szenvedés is. Szinte hihetetlen volt számomra az a felismerés, hogy ez a csodálatosan megírt, erőteljes, megindító, szomorú mű Dosztojevszki első szárny próbálgatása, mert azért én sokszor éreztem azt, hogy itt már egy kiforrott szerzőről van szó, aki pontosan tudja, hogy miről akar írni, mit akar közvetíteni, és mi a mondani valója. De azt gondolom, hogy mivel ő egy ős tehetség lehetett az írásban, így ténylegesen, tudatosan alkotott már ennyire fantasztikusan. Érdekes módon Dosztojevszki mindössze 9 hónapon belül megírta első jelentős irodalmi művét, miután súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesült. Dekadens életmódja és egyre súlyosbodó szerencsejáték függősége, ami azért visszatér az ő életében, anyagi problémákhoz vezetett, és ennek a hanyatlásnak a nyomai egyértelműen tükröződnek Makar karakterében. Dosztojevszki a gazdasági stabilitást biztosító külföldi könyvek fordítása mellett vágott bele a saját regény írásába, így a szegény emberek nem csupán egy irodalmi alkotás, hanem mélyen személyes is, valósághű karakterekkel. A regény a társadalmi igazságtalanságokat is vizsgálja, ugyanakkor hangsúlyozza az emberi szellem rugalmasságát, az empátia és az összetartozás erejét. A szegény emberek megalapozta Dosztojevszki életművének további fejlődését, előrevetítve a későbbi műveikben is megjelenő zsenialitást. Jane Austen a második szerző, akit kiválasztottam, és az ő debütáló regénye, az Értelem és érzelem. 1795 és 97 között kezdett el dolgozni ezen az íráson, és úgy döntött, hogy elküldi néhány kiadónak, de nagy bánatára nem kapott pozitív visszajelzéseket. Így hát elég sokáig ült még ezen a regényen, átdolgozta többször is, még végül
1811-ben született meg a végső verziója. Egyébként az első címnek az Eleanor és Marianne-t választotta. És aztán 1811-ben végül megjelent ez a könyv. A Lady, ez volt a borítóra írva, mint a mű szerzője, és erre Jane Austen nagyon büszke volt, mert ezzel gyakorlatilag megmutatta azt, hogy a férfiak uralta irodalmi világban egy nő is megmutathatja a tehetségét. Az értelem és érzelem két testvér történetét meséli el, egyikük Eleanor, másikuk pedig Marianne. Édesapjuk halála után jelentős pénzügyi nehézségekkel néznek szembe. A regény a két nővér különböző érzelmi és racionális megközelítéseit állítja szembe egymással. Eleanor, ő inkább a racionalizmus és az önuralom megtestesítője. Ő próbálja észérvekkel és tartózkodással kezelni a családi problémákat és a saját érzelmi életét is. Marianne viszont a szenvedély és a spontán érzelmi reakció képviselője, az ő történetszála a romantikus vágyak és csalódások körül forog. A történet középpontjában áll az, ahogy a nővérek próbálják megtalálni a társadalmi elvárásoknak megfelelő házasságot, és biztosítsák anyagi helyzetüket, miközben személyes boldogságukat keresik. A regény kifejezetten foglalkozik a 18. századi angol társadalmi osztályokkal, a házasság intézményével és a női szerepekkel is. A következő választásom Gabriel García Márquez, ő is nagy-nagy kedvencem, és az ő debütáló regénye Söpredék címmel jelent meg 1955-ben. Ekkorra már a latin-amerikai szerző újságíróként befutottnak számított, és több novellát is megjelentetett már. A korai műve még nem nevezhető zseniálisnak, de már megmutatkoznak a Novedia szerzőnek a sajátos jegyei, például a társadalmi és politikai kontextus, valamint a karakterek belső világának a részletes feltárása, na meg a mágikus realizmusnak is itt leteszi az alapköveit a szerző. Ez a kis regény gyakorlatilag egyetlen délután alatt elolvasható, és már bemutatja Gabriel García Márquez irodalmi zsenialitását. A műben életre kell egy képzeletbeli város, Macondo, amely néhány kilométerre fekszik az Atlanti-óceán partjától. Macondo ismerős lehet azok számára, akik már olvasták a 100 év magányt. A történet 1928. szeptemberének egyik délutánján, egészen pontosan 2:30 és 3 óra között játszódik. Három főszereplőt kapunk, egy idős ezredest, a lányát Izabelt és az unokáját. Ők mesélik el a város történetét az első század végétől egészen az adott pillanatig, amikor is az ezredes szembeszáll a város többi lakójával, és még a polgármestert is maga ellen fordítja, akkor, amikor úgy dönt, hogy ő keresztény temetést szeretne adni egy idős orvosnak, aki öngyilkosságot követett el. Macondóban az elmúlt 25 év során óriási gyűlölet alakult ki a lakókban, annyira, hogy gyakorlatilag temetetlenül szeretnék hagyni ezt az orvost. Ennek a különös és civilizálatlannak tűnő viselkedésnek mélyebb megértéséhez elengedhetetlen a regény végje, ahol is hát megkapjuk a választ minden kérdésünkre. Gabriel García Márquez erőssége a regényben, hogy apránként adagolja az információkat, így folyamatos feszültségben tartja az olvasót, és fokozatosan tárja fel a háttérben megbúvó konfliktusokat és indítékokat.
A következő szintén Nobel-díjas szerző Ernest Hemingway. Az ő első regénye 1926-ban jelent meg Nap is felkelt címmel. Ebben az időszakban az amerikai szerző Párizsban élt, és a híres Lost Generation, azaz elveszett generáció író csoportnak volt a tagja, többek között egyébként F. Scott Fitzgerald is tagja volt, és ők egyébként jó barátságot is ápoltak egymással. A regény megalkotása szorosan kapcsolódik Hemingway spanyolországi élményeihez, ugyanis járt bikafuttatáson Pamplónában, mely nagy hatással volt rá, és egyébként természetesen a párizsi bohém életet is nagy kanállal falta. Szóval hülyen ábrázolja ezt a háború utáni társadalmi hangulatot, vagy azt a felszabadulást, azt a korabeli életérzést, amit ő megtapasztalt, és természetesen a saját élményeit, utazásait, kulturális benyomásait is ötvözte ebbe a regénybe. Jack Barnes, amerikai emigráns, Párizsban él, és bár kemény munkával keresi kenyerét, életét egy háborús sérülés árnyékolja be, ami miatt képtelen szexuális kapcsolatot létesíteni. Mély és fájdalmas szerelem fűzi Lady Brett Ashleyhez, az 1920-as évek emancipált női típusához, akinek viselkedése és éles stílusa meglehetősen szokatlan. Azonban Jake sérülése, amely lehetetlenné teszi a fizikai kapcsolatot, komoly akadályt jelent számára. Brettnek pedig vőlegénye is van, Mike személyében. A történet bonyolódik, amikor Jake barátja Robert Cohn, egy zsidó boxoló, szintén beleszeret Brettbe, ami további feszültséget okoz. A történet középpontjában egyébként San Fermini Fesztivál áll, a bikafuttatás, amely ugye Pamplónában rendezik meg. Ide látogatta el Párizsból Jake, Brett, Robert és Brett vőlegénye, Mike, és hát itt aztán a szenvedélyek és a konfliktusok kibontakoznak, a fesztivál vad energiája, pedig Brettben beindít egy vonzalmat egy fiatal torreador iránt, és ez pedig érzelmes fizikai összecsapásokhoz vezet, amelyek mindent felforgatnak. Ez a könyv nem sokkal az első világháború után íródott, és Hemingway megpróbálta megragadni ezt a hangulatot, ami éppen Párizst, Spanyolországot jellemezte, ugyanis a tradicionális értékek, mint a családi kötelékek, vallás már nem tűnt hitelesnek vagy elérhetőnek. Ennek következtében egy új, modernebb, sokszor hedonista életmód bontakozott ki, amely a szabadságot, a kísérletezést és a személyes élvezeteket helyezte előtérbe. Az anyagi jólét, a szórakozás és a társadalmi státusz sok esetben nem tudta pótolni a mélyebb érzelmi és szellemi szükségleteket. A belső üresség és a meg nem valósult idealizmus érzése dominálta életüket, ami gyakran vezetett alkoholizmushoz, önpusztításhoz és kiábrándultsághoz is. A következő író Virginia Woolf, első regényének a címe pedig Messzeség, 1915-ben jelent meg. Ekkorra már Virginia túl volt számos recenzión, rengeteg cikket publikált, naplót is vezetett, azonban első prózai munkája egy elképesztő fáradtságos munka után született meg, 8 évet vett igénybe a megírása. Hát ezt még kimondani is sok. Rengeteg szerát kellett szerkesztenie, nagyon sok utómunkálat volt ezzel a regénnyel. Ha jól tudom, akkor 5 füzetet is megtöltött csak a vázlatokkal. És az is nehezítette a munkálatokat, hogy Virginia korra már komoly mentális egészségi problémákkal küzdött, férjhez ment, és aztán depresszióba esett, szorongás, az állandó volt az életében, és így 1913 helyett, 15. március 26-án tudott megjelenni a regény,
De annyit még érdemes elmondani róla, hogy már itt ebben a korai munkájában megmutatkozik a sajátos irodalmi technikája és témái, amik majd aztán jellemzőek lesznek a későbbi regényeire is. A messzeség Rachel Winrace történetére összpontosít, aki 24 éves, rendkívül naív és tapasztalatlan, mivel kolostori nevelésben részesült, édesanyja már kisebb korában elhunyt, apja pedig hajóskapitányként nem sok időt töltött a kislánnyal, így hát a nagynénik nevelték fel őt. Egy napon Rachel és a család tagjai úgy döntenek, hogy apja hajóján Dél-Amerikába utaznak. Az úton a nagynénik kísérik, méghozzá egy olyan nagynéni, aki nem kedveli különösebben Rachelt. A történet középpontjában Rachel utazása áll, amely során egy elegáns szállodában tartózkodik, ahol angol és európai vendégek találkoznak. A szállodai környezetben Rachel különféle furcsa és érdekes szereplőkkel ismerkedik meg, és ezek közül különösen egy fiatal férfi páros vonza az ő figyelmét. Rachel, aki eddig élete során elzártan és védetten élt, most szembesül a világ bonyolultságával és szépségével. A regény bemutatja, hogyan kezd Rachel felfedezni új érzéseket, vágyakat, miközben próbálja megérteni saját identitását és helyét a világban. Az utazás során megélt élmények és kapcsolatok jelentős hatással vannak fejlődésére és önmegismerésére. A messzeség egy mélyreható és kritikus elemzése a női szerepeknek, a társadalmi elvárásoknak és az önfelfedezés keresésének, és azt is bemutatja, hogyan formálták ezek az elemek az egyéni életutakat és döntéseket. Wolf regényen nem csak a korabeli társadalmi normákat tükrözi, hanem olyan időtlen kérdéseket vet fel, amelyek ma is relevánsak, különösen a női önállóság és identitás területén. A legutóbbi videómban beszéltem Honoré de Balzacról, és most itt van az ő debütáló regénye, 1828-ban kezdte el írni a Huhogókat. Ekkor a Balzac már túl volt néhány íráson, novellán, amelyeket álnéven jelentetek meg, és nem hoztak számára túlságosan nagy sikert. De a kudarcok ellenére Balzac nem adta fel, és bizony a Huhogók végre meghozta számára az áttörést. Balzac sok kutatómunkát végzett, különösen a francia forradalom és Napóleon utáni korszak történetét illetően. 1799-ben a francia forradalom utáni időszakban játszódik ez a regény, amikor Franciaország még mindig a politikai és társadalmi változások viharos következményeivel küzdenek. A történet a bretani Sauni felkelés idején játszódik, ahol a vidéki lakosság fellázadt a forradalmi kormány ellen, hogy visszaállítsa a régi rendet és monarchiát. A Huhogók nem csak Balzac írói karrierének kezdetét jelenti, hanem egy új irodalmi stílus megteremtését is. A műben már megjelennek a realizmus jegyei, és az első olyan regénye, amelyben Balzac megkísérli a valóság, a társadalmi osztályok közötti konfliktusok és a politikai hatalmi játszmák ábrázolását. Ezzel a művel kezdődik Balzac nagyívű vállalkozása, az emberi színjáték, amely az emberi társadalom részletes és átfogó feltárását célozza. Megjelenésekor a regény vegyes fogadtatásban részesült, de az irodalomtörténészek később felismerték a Huhogók jelentőségét, és Balzac írói fejlődése szempontjából tényleg egy fontos műnek számít, hiszen hát ez volt az a lépés azon az úton, amely az irodalmi realizmus egyik legnagyobb képviselőjévé tette a francia szerzőt, és máig alapvető fontosságú alkotásként tartják számon. A Huhogók nem csak Balzac írói karrierének kezdetét jelenti, hanem egy új irodalmi stílus megteremtését is. A műben már megjelennek a realizmus jegyei, és az első olyan regénye, amelyben Balzac megkísérli a valóság, a társadalmi osztályok közötti konfliktusok és a politikai hatalmi játszmák ábrázolását. Ezzel a művel kezdődik Balzac nagyívű vállalkozása, az emberi színjáték, amely az emberi társadalom részletes és átfogó feltárását célozza.
Megjelenésekor a regény vegyes fogadtatásban részesült, de az irodalom történészek később felismerték a hugogók jelentőségét, és Balzac írói fejlődése szempontjából tényleg egy fontos műnek számít, hiszen hát ez volt az a lépés azon az úton, amely az irodalmi realizmus egyik legnagyobb képviselőjévé tette a francia szerzőt, és máig alapvető fontosságú alkotásként tartják számon. A következő szerző Mark Twain, akitől egyébként most olvasom, ugye a Koldus és Királyfit. No de az első regénye 1869-ben jelent meg, és bizony nem egy szép irodalmi műről van szó, hanem egy humoros és kritikus beszámoló egy európai és közel-keleti utazásról. Szóval egy útinapló jellegű történet. Mark Twain polgári nevén Samuel Langhorne Clemens 1867-ben részt vett egy szervezett európai és közel-keleti hajóúton, amelyről rendszeresen tudósított egy kaliforniai újságnak. Az újságcikkek sikere ösztönözte Twaint arra, hogy ezeket az írásokat könyvformájában is kiadja. Az utazás során szerzett élmények és megfigyelések alapján írta meg a Jámbor lelke külföldönt, amely humorosan és kritikus szemmel mutatja be az európai kultúrával való találkozásait és tapasztalatait. A könyv nagy siker lett, és hozzájárult Twain nemzetközi hírnevének megalapozásához, bár nem tekinthető regénynek a hagyományos értelemben, mivel nem szép irodalmi alkotás, mégis jelentős szerepet játszott Twain irodalmi karrierjének beindításában és későbbi szép irodalmi műveinek megírásában. A tényleges debütáló regénye azonban 1876-ban jelent meg, ez pedig a Tom Sawyer kalandjai, amely szép irodalmi alkotásként a legelső regényének tekinthető. A regény hatalmas nagy népszerűségnek örvendett a megjelenése után, ami nagyban köszönhető volt annak, hogy Twainnek egy egyedi stílusa volt. A humort a társadalom kritikával ötvözte, és ráadásul az is újdonságnak számított, ahogy realisztikusan bemutatta az amerikai déli államok életét, és mindezt tette gyermek perspektívából. A.G. Wells a következő szerző, és az Időgép volt az ő első műve, amely mára egy hatalmas nagy klasszikussá vált. A tudományos fantasztikus irodalom alapműveként tartják számon. 1895-ben íródott, ekkora már Wells egyébként túl volt néhány tudományos rövid történeten, de az nem hozta meg számára a várva vár sikert, és ez volt az ő hosszabb próbálkozása a prózával. Egyébként már gyermekkorában elkezdett érdeklődni a tudomány iránt, a biológia volt az ő kedvenc tantárgya, és Charles Darwin evolúció elméletért lelkesedett, amely később hatással volt az ő műveire is. A regény ötlet először rövidebb formában jelent meg, több változaton is keresztül ment, mielőtt végső regény formáját elérte volna. Az Időgép egy névtelen időutazó történetét meséli el, aki megalkot egy gépet, amely képes az időben utazni. A regény az időutazó kalandjait követi, amikor a jövőbe utazik, és ahol két emberi fajjal találkozik, az Eloik és a Morlok népekkel. Az Eloik látszólag egy békés, ártatlan és gyermeki nép, aki napjukat tétlenül töltik egy idilli világban, ám hamar kiderül, hogy valójában sebezhetőek és függnek a föld alatt élő szörnyű morlokoktól, akik éjszakánként felszínre jönnek, hogy vadásszanak rájuk. Az időutazó megpróbálja megérteni az emberiség ezen jövőbeli állapotát, és rájön, hogy az Eloik és a morlokok az osztálykülönbségek végletes megtestesülései, amelyek az emberiség jövőjében fennmaradtak. Az Időgép nem csak a tudományos fantasztikus irodalom egyik első igazi klasszikusra, hanem mély társadalmi kommentár is. Wells a regényben az osztálykülönbségek, a technológia és a haladás hatásait vizsgálja, miközben megkérdőjelezi az emberi civilizáció jövőjét és fejlődését. Az időutazás fogalma, amelyet Wells ezzel a művével népszerűsített,
azóta is központi téma maradt a science fiction műfajában, és számos későbbi történet, film és televíziós sorozat alapjául szolgált. Nem maradhat ki ebből a felsorolásból Agatha Christie, akit én szintén nagyon nagyra tartok, és nagyon szeretem az ő regényeit. A debütáló kötete a Titokzatos Stacy eset 1920-ban jelent meg, és ebben a műben már felbukkan az ő ikonikus detektíve, a kis belga, bajszos, köpcös, szürke agysejtjeire hagyatkozó Hercule Poirot. Egyébként Agatha Christie-t a nővére is ösztönözte arra, hogy írjon, ugyanis gyerekkorukban nagyon sok ilyen hát krimi történetet meséltek egymásnak, és Madge ösztönözte arra, hogy írja le őket papírra. Így hát gyakorlatilag Agatha ezt egy kihívásnak fogta fel. És az is segítette őt, hogy 1916-ban ő a brit hadseregnél, a gyógyszerészeti résznél dolgozott, ugye az első világháborúban, részlegnél, és hát akkor megismerkedett a mérgekkel, és ő el is mondta, hogy annyira megismerte ezeknek a mérgeknek a hatásait, hogy tudta, hogy egy detektív regényben fel fogja tudni használni könnyűszerre ezeket az ismereteket. Az első kéziratot 1916-ban fejezte be, de a regény kiadása számos nehézségbe ütközött. Christie ugyanis több kiadónak is elküldte a kéziratát, mielőtt végül a The Badly Head kiadó elfogadta volna, azonban ez a kiadó is csak 1920-ban, több évvel a megírás után adta ki a regényt. A Titokzatos Stacy eset egy tipikus brit vidéki kúriában játszódik, Stacyban, az első világháború alatt. A történetet Arthur Hastings hadnagy meséli el, aki szabadságát egy régi barátja, John Cavendish otthonában tölti. A házban él még John édesanyja Emily Inglethorpe, aki nemrég újra házasodott egy nála jóval fiatalabb férfivel, Alfreddel. Emily Inglethorpe egy éjjel váratlanul meghal, és a halál oka erősen gyanús, mert mérgezés jelei mutatkoznak. Hastings barátja a belga detektív Hercule Poirot, aki a közeli faluban lakik, hamarosan érkezik a helyszínre, hogy kivizsgálja az esetet. És azt hiszem, innentől már azért tudjuk, hogy mi történhetett. Lev Tolstoy az utolsó szerző, akit ma megemlítek, de nem kizárt, hogy fogom még folytatni egy következő résszel, hiszen számos nagy-nagy klasszikus szerzőnk most kimaradt. Tolstoy 1851-ben, 23 évesen kezdett el dolgozni első regényén a gyermekkoron, ugyanis csatlakozott az orosz cári hadsereghez a Kaukázusba, és ez idő alatt eltökélt szándékává vált, hogy megírja az ő gyermekkorának az élményeit, illetve tapasztalatait, és hát így fogott neki a gyermekkornak, ami végül 1852-ben kiadásra került, elsőként egy híres folyóiratban jelent meg, egyébként akkor az volt a kor legbefolyásosabb, legfontosabb folyóirata, úgyhogy Tolstoy itt mutatta meg korai zsenialitását, és ezt a kötetet, a gyermekkort még kettő folytatás követte. A regény az orosz arisztokrácia életében nyújt betekintést egy fiatal fiú Nyikolaj Petrovics szemszögén keresztül. A történet a fiú idilli gyermekkorával kezdődik egy vidéki birtokon, ahol apja, arisztokrata, nagy szolgákkal és jobbágyokkal irányítja a birtokot. Az idilli környezet és a gyermekkor gondtalan pillanatai szépen festik le a család életét és a vidéki arisztokrácia társadalmi helyzetét. Azonban a regény hamar felfedi, hogy a család anyagi helyzete nem teljesen biztos, ami miatt Nyikolajt és testvérét, Volodát Moszkvába küldik nagymamájukhoz.
Ez a váltás a történet fókuszát a városi életre helyezi, bemutatva a nemesség társadalmi életét, például a társasági eseményeket, bálokat, valamint a hercegekkel és hercegnökkel való találkozásokat. A regény ezen keresztül ábrázolja a társadalmi osztályok közötti különbségeket és a városi élet sajátosságait. Több helyen is azt olvastam, hogy a regény valóban egy 10 éves kisfiú Nikolaj Petrovics életének eseményeit meséli el, méghozzá teszi ezt első személyű narrációban. De az az igazán érdekes, hogy bár gyermek szemén keresztül látjuk a történéseket, de mégis egy felnőtt férfi hangja, azaz Tolstoj tapasztalt elbeszélő hangján halljuk, aki visszatekint a saját fiatalságára. Ez a kettős perspektíva, amelyben a fiatal fiú közvetlen, ártatlan megfigyelései és érzelmei találkoznak a felnőtt narrátor bölcsességével és elemző képességével, különleges mélységet ad a regénynek. Tolstoj így képes egyszer ábrázolni a gyermekkor naivitását és őszintességét, valamint az ezzel járó intenzív érzelmeket, ugyanakkor a felnőtt visszatekintés révén reflektál a gyermekkor eseményeinek jelentőségére és azok hatására az élet későbbi szakaszaiban. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, és szeretnétek további ilyen tartalmakat látni tőlem, akkor nyomjatok egy lájkot. Jó olvasást és pihenést kívánok nektek a hétvégére, én ezt fogom tenni, hamarosan pedig majd újra jelentkezem. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!